hogy, hogy mi lenne, az a Death D Dust témakörébe mutatna. Természetesen ez alapján rengeteg további feladatot lehet majd hasonló módon megoldani. De még mielőtt ezt én bemutatnám, hogy hogy kell elkészíteni, még vissza szeretnék térni pár gondolat erejéig a könyvembe. A könyv olyan szempontból talán unikum, hogy nem csak megtárgyalja az egyes módszereket és lehetőségeket, hanem minden egyes témakörhöz kapcsolódóan vannak benne feladatok, és a feladatoknak a részletes megoldása is megtalálható. Ez tipográfiailag is el lett különítve, szürke háttérrel jelennek meg az ilyen feladatok a könyvön belül. Illetve még egy fontos dolog a könyvvel kapcsolatosan, ez a könyv nem pedagógiai módszereket próbál bemutatni, mert valószínűleg nagyon sokan sokkal jobbak nálam ezen a területen, hanem számítástechnikai, informatikai oldalról próbálja tárgyalni az interaktív táblák használatát, mert valószínűleg a többségnek inkább ezzel vannak problémái, és nem pedagógiai módszerekkel, vagy csoportmunkával, vagy éppen frontálisan, vagy hogy dolgozzunk fel. Ötletei valószínűleg arra is vannak, hogy, hogy az interaktív táblát hogy használja, csak lehet, hogy a megvalósítás jelenti a legnagyobb problémát. Itt lenne az a bizonyos valami, amit majd közösen mindjárt megcsinálunk. Itt pedig az lenne a lényeg, hogyha az ember a megfelelő helyre húzza, hát most nem megfelelő, akkor visszaugrik, de ha jó helyre húzom, akkor pedig ott marad. De itt is pluszban olyan trükkök is vannak, hogyha valamire én ráviszem a egeret, akkor megjelenik a felirat. Mindennek a gyakorlati megvalósítása a könyvben szerepel, hogy ilyesmiket hogy lehet csinálni. Gondoltam, hogy 20 percet számoltam arra, itt a 20 perc időt adok magamnak, hogy, hogy ezt megcsináljam, és akkor fogjátok látni, hogy ha ez 20 perc alatt megy, akkor valószínűleg ez nem is van. Elsőként arra lenne szükségünk, hogy készítsünk befoglaló objektumokat, amikbe majd be lehet húzkodni az ábrákat. Ezt úgy fogjuk elkészíteni, hogy kiválasztjuk az alakzatot, ezt követően a téglalapot már ki sem kell választani, mert eleve az a alapértelmezett. Legalábbis most az én gépemen, ez korán sem biztos, hogy nálatok is így lesz. És ezt követően átlós irányba történő húzással elkészítem az első befoglaló objektumot, ami gyakorlát indítsa, ugye? Lássuk, hogy tényleg teljesíthető a dolog. És miután az első téglalapot elkészítettem, utána, ez egy fontos dolog, itt oldalt a böngészők közül át kell menni a tulajdonság böngészőbe, és a tulajdonságai között megadni néhány fontos dolgot. Például, ki kéne választani, például meg kell adni azt, hogy legyen egy címkéje, mondjuk be, pillanatnyilag még nem látható, de ha a betűméretet kellően nagyra veszem, 40 pontosra, akkor azért ez már eléggé jól látható. És a háttere, hogy ne ilyen csúnya szürke legyen, a háttérmódot átállítom arra, hogy átlátszó, és akkor mostantól kezdve már nem olyan ronda szürke, és behúzom a közepére, és akkor ezzel elkészült az első ilyen befoglaló objektum, szerintem egy kicsit nagy lesz, kisebb leszem, oké. És most még egy fontos dolgot meg kell adni, mégpedig azt, a tulajdonság böngészőn belül az összerendelés csoporton belül, hogy ez összerendelhető legyen majd valamivel. Mert alapértelmezésben ez az összerendelés jelenti azt, hogy ráhozom és ott marad.
az alapértelmezésben nincs bekapcsolva, és ezt be kell kapcsolni, hogy ez lehetséges legyen, mégpedig kulcsszavak segítségével. Tehát azt választottam, hogy összerendelhető kulcsszavakkal. Akkor ezzel elkészültünk. Következő lépésben ezt szaporítani fogjuk. Hát biztos sokan ismeritek ezt a Ctrl-C, Ctrl-V módszert. Tehát mint objektumot kijelöltem, nyomok egy Ctrl-V, C-t utána egy Ctrl-V, már is van róla egy másolat. Nem véletlenül csináltam azt, hogy nem először lemásoltam, hanem először beállítottam az objektum tulajdonságát, és utána másoltam, mert akkor a másolatnál már nem kell beállítani, mert az is örökölte már azt, hogy összerendelhető. Illetve, hát a felirat is megvan, 40 pontos és ott, ahol kell, csak át kell írni. Ugye, mert ez már nem der kell, hogy legyen majd, hanem di, illetve majd kell egy dasz is. Tehát a dasz megvan, egyre húzom. A három befoglaló objektum gyakorlatilag elkészült. Tehát ezek már megvannak. Most a főneveket képviselő kis képeket kellene összeszedegetni. Ehhez a forrás böngészőbe kell átmenni, tehát itt fölül a böngésző ablakon belül ember ki kell, hogy válassza a forrás böngészőt, és megadja azt a kulcsszót, amit keres. Meg is találta, ugye mindenféle kutyák vannak, hát ugye, ha jól emlékszem, ez volt az a kutyus, ami ott szerepelt. Ez egy kicsikét nagy, úgyhogy vegyünk kisebbre, ez meg egy nagy trükk, bármilyen szerkesztőprogramban hasonlóan lehet a képet átméretezni. Jó, akkor kutyus, meg kellene egy tányérállítólag ez a kulcsszó hozzá. Ő volt az, hát ez rettenetes nagy, de természetesen ezt is át lehet méretezni. Az fontos, hogy akkorára méretezzük az objektumokat, hogy teljes terjedelmükben beleférjenek majd ebbe a befoglaló objektumba, mert különben nem működik a trükk. Jó, mert akkor marad csak ott, ha belepusztuk rá is. Igen, ő is megvan, akkor kell nekünk még egy macska. Amihez képest kutya is van, ugye, mert több kulcsszó is eladásra kerül adott helyen. Persze ő is egy kicsi kép, majd őt is méretezzük rá. Jó. Aztán egyéb, igen, remélhetően nem tévedek a nemekkel, hogy hát a dikátszemek dímoz. Illetőleg a dászra a gomb meg a tojás. Hát mindenféle nyomó gombok vannak, de nekünk most egyelőre a varró gomb kellene. Hát ezt is egy kicsit kisebbre. Megvan. Tojás. Jó, ezt is egy kicsit kisebbre. Jó. Nem véletlenül helyeztem így el ezeket az objektumokat. Azért, mert bizonyos tulajdonságokat majd egyszerre be fogunk tudni akkor állítani, hogyha egy kupacba rakjuk a dolgokat. Ezeknek az objektumoknak azt a tulajdonságot akarom majd megadni mindjárt, hogyha rossz helyre húzom, akkor ugorjon vissza a helyére. Ennek a két objektumnak azt a tulajdonságot akarom megadni, hogy ez der. Három? Tehát a nemek nem stimmelnek. Jó, elnézést. Én a informatikai részén vállalom a minőséget, a nyelvi részén nem. Majd akkor lehet, hogy ez a felvétel még se kerül. Nem akarom magamat égetni, de nem. Mindegy, elnézést.
aztán a másik kettőnek a D, átott, akkor van egy kis hiba, de mindegy, az meg majd az DAS lesz, de legalább lehet rajta javítani. Jó, na most először, tehát akkor kijelölöm ezt a 6 objektumot. Nem kell feltétlenül az egésznek benne lenni, ha egy kicsit is benne van a átlós irányú húzásnál, lasszónak szoktuk nevezni ezt a módszert a lasszóban, akkor már ki fogja jelölni, és visszamegyek a tulajdonságböngészőhöz, az ugye itt fönt van, és a tulajdonságok közül az összerendelés csoportba, tehát itt csoportban vannak szedve a fontosabb tulajdonságok, minden egyes csoport külön megnyitható, illetve bezárható, mert rengeteg tulajdonsága van egy objektumnak, és az esetek többségében csak egyet-kettőt akarunk látni. És hogy egy kicsikét jobban eligazodjunk, azért ezt a módszert találták ki rá. Tehát az összerendelés csoporton belül a visszatérés, ha ezt lenyitjuk, alapból ugyanis nem tér vissza, akárhova húzhatja az ember, az bárhol ott maradna, de most beállítjuk, hogyha rossz helyre húzzuk, akkor ugorjon vissza. Ezt úgy tudom megtenni, hogy átállítom igazra. Tehát, hogy vissza fog térni. Jó? Mostantól kezdve, ha én ezt arrébb húzom, akkor ez már visszaugrál oda, ahol eredetileg volt. Oké? Ugyanakkor ezzel a három objektummal itt fölül még egy dolgot szeretnék majd, azt, hogy ezeket viszont ne is lehessen arrébb húzni. Ugye, mert ezek legyenek oda lelakatolva. Ezt a... ennek olyan érdekes neve van ennek a fogantyú menüben, ez a neve, fogantyú menüben tudom kiválasztani, a harmadik elem, az ami a fogantyú menü, azt lenyitom és azt mondom, hogy rögzített. Bizonyos dolgoknak érdemes a billentyű kombinációját megjegyezni, mert annyiszor kell használni, például ilyen a rögzítés, itt a Ctrl-Shift-L lesz, ami a lockból, ilyen hangból adódik. Jó? Innél kezdve ezt már nem is tudom arrébb húzni. Illetve hát annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy ez egy nagyon fontos dolog a Active Inspire Studio szoftverben, hogy két üzemmódja van, egy, amikor a táblánál én betittek, és egy, amikor szerkeztek. Na most szerkesztve azért még mindent lehet, szerkesztési módban úgy kerülök, hogy átváltom ezt kék állapotból pirosba. Ha pirosban van, akkor azért én arrébb húzkodhatom, mert akkor a rögzítés nem érvényes, az csak vetítési módban érvényes. De nekem ez így most jó, nem látom át. Most már csak annyit kell megadni, hogy a DER ez szintén a... Na, mégiscsak át kell látni, mert nem jönnek elő azok a tulajdonságok, akkor bocs, előbb kellett volna ezt megcsinálni, és utána kellett volna rögzíteni. Az összerendelés csoporton belül, ahol az előbb voltunk, meg kell adni összerendelő szavakat. Tehát itt meg kell adni összerendelő szavakat. Minden egyes objektumhoz több kulcsszó is megadható lenne. Most nekünk csak annyi a dolgunk, hogy azt adjuk meg, ugye, hogy ez de. Megjegyzem, ez bármi lehetne, nem kell feltétlenül, de mondjuk azt írom, hogy egy, az a himnem, D, az a kettő, és akkor egyszerűbb a dolgom. Sőt, csináljuk ezt, jó? Tehát akkor ez lesz az egy. A D-nél ez egy kicsikét hülye tulajdonsága, hogy átváltott egy másik objektumra lenyitva jelennek meg a tulajdonságok. A kettes számot adom meg, jó, és a DAS-nál pedig a mindannyiában jelentek meg azt a hármas számot adom meg. És ehhez a csoporthoz, meg ehhez a csoporthoz, most a hibánkat tekintsünk el, adjuk meg azokat a kulcsokat, amelyekkel illeszkedik a megfelelő helyre. És akkor miért ezen működik meg? Tehát akkor most ki kell jelölni azokat, amelyek himneműek, és akkor itt talán még
Itt a kulcsszót nem ott kell megadni, ahol az előbb adtuk meg az összerendelésnél, hanem itt fölül az azonosítás csoportnál adom meg a kulcsszavakat, és akkor ugye ide most egyes kevén, ugye, mert az volt az összerendelő szó. Egyes. Oké. Nekik ugyanoda a kulcsszavakhoz kettes pirok. Nekik meg hármas tekintsünk el a rosszitól, jó? Akkor már maradjunk ennél, amit eredetileg gondoltam. Hármas. Oké. És akkor elvileg, már mondom, hogy mindent megcsináltam, szerintem igen, hogyha én most tehát a tervezőmódból átváltok a vetítőmódra, ugye, mert most én bármit bárhova húzkodhatok, nem ugrik úgy vissza, mint ahogy az előbb, mert most tervezőmódban vagyok. Vetítőmódban viszont ugye visszaugrál, de ha ezt jó helyre húzom, oké, akkor ott maradt, de visszaugrik, ott marad, nyugszik. Oké? Tehát, és még 5 perccel előbb is végeztem, mint eredetileg amennyi időt kitűztem magam. Hát ez most akkor, amit bemutattam, ez fönt lesz majd azért hiba ellenére. Szerintem fölrakom a YouTube-ra, így legalább valósnak tűnik a dolog, és mindenki tudja, hogy ez tényleg így volt, élő volt, meg minden. Illetve a könyvben ez lépésről lépésre megvan. Tehát ide kattints, ezt csináld, azt csináld, ezt írd be, azt írd be. Biztosan mindenki maga önállóan meg fogja tudni valósítani ezt a szerintem nagyon látványos és jó dolgot. Jó, és akkor ahogy ígértem, még azt szeretném megmutatni, hogy hogy tudunk az internetről kész tananyagokat leszedni. A könyvben rengeteg ajánlott webcím is van. 173. oldalon a könyv megtaláljátok majd ezeket az ajánlott webcím. Másik blog lenne az, ahonnét, tehát ez a három lenne az, ahonnét én leginkább ajánlom, hogy le tudtok tölteni tananyagokat. Egyrészt ez a eltanáripar.hu, ez egy magyar közösség, a műszaki kiadó hozta létre, és nagyon lelkesen töltenek fel oda a tanárkollegák kész anyagokat. Ezen kívül a prometanplanet.com, tananyagpiac.hu. Na most annyit kell tudni, hogy Magyarországon két nagyon elterjedt táblatípus van, az egyik a Smart, a másik a Prometan. Illetőleg van még egy harmadik, amelyik egy kisebb szeletet hasított ki a tortából, de az is azért viszonylag több, ez a Mimio. Aztán vannak még sokan mások, akik azon a 5-10-15, nem tudom hány százalékon osztoznak, 5-10, nem tudom hány cég. Utolsó mondat a könyvről, ez a könyv, ez két nagy részből áll. Az eleje az arról szólna, hogy az általános dolgokat hogy tudod megvalósítani, és ott mind a három táblatípust tárgyalom, tehát a Mimiót, a Smartot és a Prometant egyaránt, és a második része a könyvnek, én második kötetnek hívom, ami talán kicsit félrevezető, mert egy kötésben van az egész, az pedig az ilyen interaktivitást eredményező trükköket mutatja be, tehát amit most csináltam. Azt, hogy tudok egy képet az internetről leszedni és berakni, természetesen azt is lehet, azt az első kötetben fogjátok megtalálni. Vagy hogy tudok feliratokat elhelyezni, azt is az első kötetben. Oké? Okay? Na, akkor ezek után órát kikapcsolom, mert a szintidőt azt teljesítettem, azzal nincs gond. Akkor mennék. A Prometan Planetnek a weboldalára. Annyit kell tudni ezzel kapcsolatban, hogy te nézegetheted, de letölteni addig, amíg nem regisztrálsz, nem tudsz. Tehát először egy regisztráció szükséges, én regisztráltam, most bejelentkezett állapotban is vagyok, és ha valamire
vagyok, valamihez kapcsolódóan tananyagot szeretnék keresni, akkor a kulcsszót egyszerűen csak be kell gépelni. Most hadd legyek annyira önző, hogy az általam föltöltött anyagot szeretném megkeresni. A kulcsszó az lehet a tananyagnak a címe, illetve hát aki föltölti a tananyagokkal, az kulcsszavakat is megadhat hozzá, hogy mi alapján lehessen majd visszakeresni. Egyébként a könyvben arról is részletesen szó esik, hogyha te esetleg föl szeretnél tölteni, akkor azt hogy teheted meg, milyen paramétereket kell megadni, stb. Illetve amit most itt pikpak bemutatnék, az is részletesen oldalakon keresztül tárgyalásra kerül. A könyv címe az a kulcs lehet, mert ugyanaz a bemutatónak is a címe, tehát ez az interaktív táblák alkalmazása egyszerűen is profin, ez a tananyagnak is a címe, amit föltöltöttem. Nem kell az egészet megadni, elég egy-egy szót begépelni, a profin szót fogom begépelni, mert így ragozva, hogy profin, ez magyar, és hát ilyen nincs más. És hogyha elindítom a keresést, akkor majd most elsőre, ha van igazság, akkor nem fogja megtalálni, mert angol nyelvű forrásokat keresett, de ha én ezt törlöm innét a nyelvből, hogy angol nyelvűt keresek, akkor már meg is jött, tehát már is ott van. És itt látszom a lényeg, hogy rengeteg különböző egyéb kritériumot is megadhatok a keresési szempontok között. Tehát a korosztályt, hogy kik ne szólna, hogy milyen témakörben, milyen tantárgy kategória, stb. És ezek után, hogyha az ember a preview gombra rákattint, akkor behozza, ugye ez már ismerős, ezt láttuk az előbb, itt szépen végig mehetek az egyes oldalakon, tehát anélkül, hogy letöltötted volna, megnézheted, hogy az milyen oldalakból áll az a tananyag, fölöslegesen nem kell ott ülni a gép előtt és görcsölni és letölteni, ez se jó, az se jó, ez se jó. Hát mert az egy első ránézésre is sokszor látszik, hogy Jézus ez egy primitív valami, vagy hú, ezen sokat dolgoztak, egy klassz anyag. Itt van a részletes leírás, hogy kinek szánták, milyen kulcsokat adtak meg hozzá és egyebek. Az előnézet alapján és ezek alapján a leírási kulcsok alapján egészen biztosan, hogy el tudottam majd dönteni, és utána a download gombra rákattintva rögtön el is kezdődik a letöltés. Én azt tapasztaltam, hogy a letöltés igazán jól a Mozilla Firefox-szal működik, csak a Internet Explorer az nem igazán nyert, nem véletlenül most Mozilla Firefox-ban mutatom nektek. Tehát, hogy én itt most rákattintok a download gombra, akkor ha van igazság, akkor elindul a letöltés, megkérdezi, hogy mit csináljon, letárolja vagy megnyissa, hát én azt mondom, hogy nyissa meg, és akkor indul a letöltés, követhetjük figyelemmel, hogy mennyi idő van még. Hát jó, és hát akkor gyakorlatilag, ha nem lett volna megnyitva a tábla szoftver, akkor most elindult volna és úgy jelent volna meg, de hát itt most nyitva volt, de előjött úgy, hogy egy plusz ablakban, illetve egy plusz objektumként megnyitásra kerül. Illetve hát, hogyha kedvetek tartja, akkor szoktak versenyeket is kiírni a műszaki kiadó, a modern oktatási eszközök Kft., illetve az LSK szokott kiírni ilyen pályázatokat, hogy küldjek be kész tananyagokat, és egész komoly dolgokat lehet nyerni. Tehát itt én mondjuk a modern eszközök, modern oktatási eszközök Kft., amelyik a Prometano táblát forgalmazza, az egy ilyen táblarendszert adott, ilyen, megnéztem egy-két nyertes anyagot, tényleg profi dolgok voltak. Nagyon szép, komoly munkák. Hát én ennyit akartam volna bemutatni, remélhetően nem elvettem a kedvét a tisztelt hallgatóságnak, hanem inkább csak meghoztam a kedvét.
használjuk minél többet ezeket a remek eszközöket, ha már ott vannak a iskolákban.